platform, ahol a mindenki, tehát a polgárok meg tudják osztani a saját emlékeiket a többiekkel, a közgyűjteményekkel, mindenfajta felhasználóval, anélkül, hogy át kellene adni ezeket a dokumentumokat. Ugye megkérdezhetik persze, hogy a különbséget van Facebook, meg egy csomó egyéb platform. Itt az az óriási különbség, hogy emögött a rendszer mögött közgyűjtemények állnak, tehát a főváros levéltára, a főváros könyvtára és a helyi könyvtár, ami folyamatosan segítséget nyújt ebben a projektben, hogy a szakmailag ez hiteles legyen. Topotéka, biblioteka, ezek mind-mind tárakat jelentenek, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, aminek következtében a kerület egyes város részeihez való személyes kötődéssel a könyvtárnak az olvasói, látogatói nagyon sok olyan dokumentumot tudnak rendelkezésre bocsájtani, amellyel gazdagodik a maga a városrész, gazdagodik maga a város és a két közgyűjtemény. Nagyon fontosnak tartom a közgyűjtemények közötti szakmai együttműködést, és ennek a garanciáit úgy gondolom, hogy mind a fővárosi levéltár, mind a főváros könyvtára eddig is maximálisan tudta biztosítani. Ennek eredménye a mai topotéka nyitás is. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy megőrizzük azt, amit az eleink ránk hagytak, és hát mi magunk is mindazt, ami folyamatosan, hogy úgy mondjam, termelődik, ami az embereknél összegyűlik, azt összegyűjtsük és az utódainkra hagyjuk. Úgy gondolom, hogy a történelemben az nagyon fontos, mint ahogy itt is elhangzott, hogy a mindennapi történelmet, ennek az emlékeit őrizzük meg, azt a mikrotörténelmet, ami a családoknál, az egyes embereknél, a családi kincsestárba való, és ott keletkezik, amikor a topotéka összegyűjti ezeket egy helyen, akkor ezek lehetnek akár 100 éves, vagy annál régebbi anyagok, és bizony, mint ahogy valóban az előadásokban is elhangzott, a nagyszülők, vagy talán még a dédszülők időszakáig vissza tudunk nyúlni, de bizony ezek az emlékek egy idő után sok-sok családban elvesznek, és ezt azt gondolom, hogy nem szabad hagyni egy közösségnek. Én még ilyen aktív részvételt egy ilyen napon, ez a Bring Your History Day-en még nem láttam, tehát szemlátomást, akik itt voltak, azok mind tisztában voltak ennek a projektnek a jelentőségével, meg azzal is, amiket ők őriznek, hogy az mennyire fontos lehet a közösség számára. Az látszik is, hogy itt a Budafokon több olyan közösségszervező, gyűjtőszerepet ellátó polgár van, aki már ugye helyi szinten is szorgalmazta azt, hogy a budafokiakra vonatkozó forrásokat, otthon lévő dokumentumokat gyűjtsék. Itt most több ilyen polgár itt volt, aki látszik, hogy inspiráló lakhatott a közönségre. Tehát nagyon-nagyon jó és szakszerű kérdéseket kaptunk, és megnéztük a végén, hogy milyen fotókat, főleg fotókat hoztak magukkal, hát nagyon-nagyon-nagyon jó anyag került elő otthonról, amit eddig még senki nem látott, senki nem ismert. Ezek a rendezvények direkt erre vannak, ezt a célt szolgálják, és épp itt, ahogy beszélgettünk, az lenne a cél, hogy rendszeresítsük ezeket a rendezvényeket. Úgy tűnik, hogy a budafoki közösség az igenis igényli az ilyenfajta rendezvényeket, és meg magát ezt a projektet. Erre a mai összejövetelre hoztam egy képanyagot Somunyi Misi színművésznőről. Kevesen tudják, hogy ő Budafokon lakott, 1963-ban, tehát 54 évvel ezelőtt halt meg, és egykori házvezetőnőjének, aki tavaly előtt 93 éves korában halt meg, a hagyatékából kaptam ezeket a fényképeket. Somogyi Nusiról tudni kell, hogy ő Budafokon az Adlerstein Saskő téren egy több mint 1400 szögletes ősparkkal ellátott helyen egy villában lakott, és a színésznő társait rendszeresen meghívta. Általában a legjobb barátnői között volt Csikós Rózsi, itt ezen a kis fényképen Csikós Rózsival látható, illetőleg a következő fényképen Szabó Rozival, illetőleg a képnek a jobb szélén látható Kismanyi, akik rendszeres látogatói voltak, női
összejöveteleket tartottak, és hogy a képen látni, itt egy kecskével láthatók, nagyon nagy állatbarát volt. Kutya, macska, kecske, kis barikák állandóan voltak, hát borzasztó nagy volt a kert, hogy a korabeli újságok írták egyébként, Somogyi Misőről a legszebb csúnya nő volt. Erről több cikk is megjelent újságban, ő maga is tudta, hogy nem egy szépség, de az előadás módja, az emberekkel való baráti kapcsolata valóban szépé tette őt. Mi már évek óta gyűjtünk magániratokat, családi és személyi magániratokat, de úgy látjuk, hogy most már kezdünk valahogy a végére jutni, egyre kevesebb a nagyobb terjedelmű otthon egyben megőrzött családi dokumentum együttes, és próbáljuk ráirányítani a figyelmet ezekre a úgymond kisebb gyűjtemények, amit nem is gondolnának akik otthon bírnak ilyet, hogy ez egy gyűjtemény, az a 10 darab fotó adott esetben, hogy ezt osszák meg velünk. A projektnek az a nagy előnye, hogy nem kell átadni a levéltárnak, tehát nem kell lemondani róla, vagy eladni, vagy ajándékozni, vagy letétbe tenni, hanem megőrizhetik a saját emléküket, de mégis digitálisan meg tudják osztani a közösséggel, a levéltár, meg ezeket a digitális állományokat archiválni tudja, és hosszú távon meg fogja tudni őrizni, legalábbis, hogyha mondjuk maga az adathordozó az nem is marad meg közgyűjteményben, de a maga digitális tartalom, az információ, az hosszú távon megmarad, és beépül a közösségi emlékezetbe. Arra biztatok mindenkit, hogy keressen, kutasson, és hogyha talál valami érdekeset, amely a közösség szempontjából fontosnak tekinthetőnek tart, akkor azt veszi meg a közösséggel ilyen módon is, digitalizált formában. Úgy gondolom, hogy mindezt a jövőnek teremtjük és őrizzük meg.